Hát hatalmas nagy szeretettel, kitörő lelkesedéssel mutatom be nektek az évszázad játékát, lehet akár az évszázad játéka is. Szavazzunk meg. Csak maradjuk a játéknál. De csak maradjuk a játéknál, de a bizalmat megszavazva a Once Human nevezetű, hát egy ilyen survival típusú, show jellegű valamit, ami amúgy ingyen van. Hoppá! Ami amúgy ingyen van. Csak mondom, tegnap ugye regisztrálhattatok, és amennyiben abban a kis időablakban fejtettétek ki áldásos tevékenységeteket, és jól beregisztráltatok, és jól elkészítettétek a karaktereteket, akkor egy ilyen nyílt béta válik elérhetővé számotokra, kb. 30-40 napon keresztül, vagy valami ilyesmi, nem? Vagy jól mondom? Nem jól mondom? Hogy mondom, Zero? Nem tudom. Igazából, mikor tegnap rám telefonáltak, akkor tudtam meg a dolgokat. Úgy na tessék. És azóta nem edukáltad tovább magadat ebben a kérdésben, mi? Hát nem nagyon. Zárd bét. Viszont egy szerveren kéne, hogy legyünk majd. Hát ez az. Ez az. Na most ti nem látjátok, de majd mindjárt meglátjátok. Itt a következő dolog, ami engem fogad, az ez. Figyelj, ott nézd meg, ott egy ilyen alpakka. Egy ilyen szemüveges alpakka, amit nem nagyon tudok hova tenni. Tehát az a szemüveges alpakka, az kicsoda, micsoda, mit csinál? Ez ilyen Major Fortnite Andy. Division keverék. Hát azért... Amit lehet telefonon is játszani. Azért véltünk fölfedezni egyéb játékokkal való hasonlóságot is amúgy, és ez például a jaj, nem jut eszembe a neve. Nefin tegnap mondta. Nefin, melyik játékokból nyúltak? A fejlesztők? Mesélj csak! Nem jut eszembe. Pedig itt van a nyelvemen. Én a Starlight E típusú szerveren leszek. Zero. Starlight E. Europe Starlight E. Manibus PV-je. Ja, PV, jó. Starlight E, Manibus PV-je. Ez jó? Ez az? Control Division, Quantum Break. Igen, tehát a Remedy játékok. Igen. A Starlight G-t néztem, az volt ott a legkevesebb játékos, hogy ne laggoljuk szét a... Azért. Nekem megjegyezte a billentyűzet beállításaimat. Yeah. Nem, mint hogyha ez jelentene bármit is. Srácok, már a legelején elnézést szeretnék kérni mindenkitől. Méghozzá azért, mert a játék nem engedi átállítani a rohadt billentyűzet beállításokat, és én balkezes vagyok, ergo jobb kezemben van a billentyűzet. Innentől kezdve el tudjátok képzelni. Én magányos harcos vagyok, a játékipar hát dicsőségesen fénylő horizontján, mert nekem nem jók az alapbeállítások, mert jobb kézben van a billentyűzet, innentől kezdve borul a VASD, és ez a játék ez nem engedi átállítani. Tehát tulajdonképpen ilyen elképesztő forma gyakorlatokat fogok így véghez vinni, így mutatom, ilyen mindenféle ilyen furcsa állapotban lesz majd a kezem, hogy meg tudjam nyomni a különböző gombokat. Ezt nézzétek el nekem, legyetek olyan kedvesek. Zero, lehet, hogy tőled fogom kérdezni folyamatosan, hogy mi a szart kell itt csinálni, mit kell megnyomni ahhoz, hogy be tudjak szállni valahova, meg ilyenek. Úgyhogy ez van. Jó. Nem lesz közös sírás. Most a közös sírás elmarad, mert a billentyűzet beállításaimat megjegyezte a játék. Na most, ha új szerver és újra meg kell csinálni a tutoriát, lehet, hogy átütöm a monitort. Nem, már biztos, hogy nem így van. Szivatsz, ugye? Mert? Nem lehetne az elejéről? Most ezt elmentette? Ezt a gyászt. Na jó, hát akkor... Jó, az történt, hogy... Hát sok minden történt. Nézzük akkor, mi történik itt. Beszéljünk a fura hollóval. Akkor újra kell csinálni. Tudod, ki vagyok? Meta human vagyok? Az vagyok. You awakened the cradle, and that's something only a meta human could do. Do you remember who you are? Nem emlékszek. Ki vagyok? Ki vagyok én? Szerintetek ki vagyok? Nem tudom, hogy ki vagyok. Úristen, ki vagyok? It must have been that fluctuation just now. It trapped me in the cradle.
It could have robbed you of your memories. You can call me V. It seems that our interests are aligned, metahuman. De V-nek kell hívni, mint a Cyberpunkba. Pallos Lajos vagyok. Így van, Pallos Lajos vagyok, a retteget kartforgató. Nem tudom, miért vagyok itt? Mi ez az egész? A paper butterfly. But I think something must have scared it. Right now though, we need to move. I can show you the way out of this place, but only if you help me complete my mission first. All you have to do is listen to what I tell you. Ez lesz a tutoriál tulajdonképpen. Jézus. Júj. Na, és ezek az irgalmatlan csápok, na ezek sibogatták a testemet, amíg nem voltatok itt. Miért rángatózik a karakter? Hát miért? Ki rángatózik? Lehet, hogy te rángatózol, ezt azért látod úgy. Nem tudom. Idegrángása van. De hol? Én nem is látom. Várj, egy weapon crate. Kinyitom, mi lesz benne? Macseté! Egy aktív... Zero, találtam egy macsetét és egy aktivátort. Neked van már aktivátorod? Azzal healesz. Mivel? A macsetével? Igen. Belefekszel. Aha. Ha! Sú! Hát, jó. De hogy tudok váltani? Nyomom az egérgörgöt, nem történik semmi. Várjál? Mert egyelőtt csak macsét adom. De van nálam egy aktivátor, ez ötös? Ötössel aktivátorolok? Baz! Na most beaktiváltam magamat, ezt nem tudom, hogy jó ötlet volt-e. Na jó, nem baj, akkor aktivátor. Várjál, most megint bevettem valamit, ez falja a gyógyszereket. Úristen. Na jó. Itt van egy kamera is, de hogy ez miért veszi azt, amit mi csinálunk, hogy ez az egész. Megnyomja a gombot? Milyen érdekesen, érted, ilyen hátulról illesztette oda valamiét, a kis kártyáját. Az a láda csutka Full Division? Hát jó, de most figyelj, azért ezek a ládák, ezek így néznek ki általában amúgy. Darkunex, szevasz, hello. Na ez mi ez? Interact. Aha. Jó. Na az mi az, az ott mit csinál? Az a levegőben van. Az ott mit csinál, hogy ezek... Megöljük őket? Az ellenséges reflektor fejű? Ügyázz, mert nagyon hangos. Mi hangos? A fiú. Kicsoda? Rád kiabál a reflektor fejű. Hát nem volt esélye, hogy rám kiabáljon. Megöltem. Nála is van egy aktivátor. És eltűnik. De mi az, hogy eltűnik? És miért lebegnek ezek a dolgok itt? Amúgy nincsen gravitáció? Vagy mi ez? Én ezt nem vágom. Van egy sapkám. Sapkát vedd föl. De van nálam sapkát. Rajta van a fejemen. Hű, te bánat. Ez annyira tetszik, hogy nem sikerült kisebbre venni a betű típust. Tehát, hogy vagy nagyobbra csinálni ezt a kockát. Tehát, bocsánat, de zavarja az OCD-men. Micsoda? Hát a nézőknek megmutattam. Neked nem mutattam meg. Majd, ha jó leszel, lehet, hogy egyszer neked is megmutatom. Te hol tartasz amúgy? Mindjárt kijutok itt, ne. Te ott is van egy állat. Várjál, vigyel, rámegyek. Sát!
Ez egy furcsa szituáció volt, valljuk be. Boiled water. Forralt víz. Nekem van már forralt vizem is, neked meg nincsen. Nekem konzervem is van. Jó, neked konzerved van, nekem meg forralt vizem, de van Molotov koktélom is. Bibi. Ugye? Ugye? Ugye, Chris Benz? Ugye? 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 Ez itt mi ez? Uh-huh. A Collections menübe tudod ezeket a nótokat megnézni. Krokika, köszi szépen a követést. Hát ez... Júj! Júj! Na várj! Újjaj! Basszus, de bementél már ezekbe... Jézus! Bementél már ezekbe a portálokba? Uh-huh. És milyen? Életben maradsz? Ajaj. Olyan portálos. Mit csinálsz? Haló? Nem tudom. Úristen. Még egy aktivátor. Jó. Lehet, hogy hílelni kéne, vagy aktiváljak egyet. Aktiválok egyet. Az nem az. Várj, ez Molotov koktél, az nem azzal kell aktiválni. Haló. Úgy, ezt beszúrom, már rendben is vagyok. Jó. Na Zero, te hogy állsz? Ja. Most már nekem is van konzervem. Löncshús. Kigyüttem ma onnan. Kigyüttem ma onnan. After image. Az mi az az after image? Neked is azt írtak egy after image a sziluettes nénire? Ez szerintetek ez az? Igen, ez az. Értitek, hogy mi folyik itt? Mi folyik? Mi ez az egész? Ez tud, tényleg olyan kontroll érzése van az embernek. De még a színek is, meg ez az egész... Az egész környezet tényleg olyan, mint a kontroll. Ugye, hogy ugye? Júj, várj, most megnyomtam valami. Ez mi ez? My butterfly. It's flying. Yes. Your first deviation. Aha. Ez teljesen normális, azt mondjátok? Hát nekem azért vannak kétségeim. Vannak kétségeim, hogy ez teljesen normális-e. It's my first creation. I will create more. My name is Victor Hammond. What's your name? I don't know. Csaj azt hiszi magáról, hogy egy szörnyeteg? Segíteni szeretne rajta. Ez nem olyan, mint egy ilyen kísérlet, mint például a Izivel a Stranger Things-ben körülbelül. Nem tudom. Én nem adok neki sok esélyt, hogy őszinte legyek. A Dokinak? Magának a játéknak. Hát de meglátjuk, hát ez még a tutoriál, legalább innen jussunk ki. Júj. We can secure other deviations. We can use them to forge a new path. This will be the Mayfly's mission. This is why we'll fight. Mayflies? That's right. Mayflies. Small, yet invincible. Mm. Hmm.
Hát ezek biztos ilyen szükséges nyersanyagok lesznek, nem? Gondolom. Nem ártana enni, inni a karakter? Végülis igazad van. Igazad van. Mindjárt megnézzük. Most iszok, és jó. Megint iszok, és megint jó. És iszok még egyet, és nagyon-nagyon jó. Enni is kell, mert éhen döglik. Nézzük csak az indikátorokat, jó? Tehát 30 percig nem lesz éhes. Hát miből van ez? Ez folyamatosan ez zabálnia kell? Vagy mindig csak keveset eszik? Ti szoktatok így lenni a dologgal? Hogy keveset esztek és állandóan éhesek vagytok, vagy inkább jó beesztek és akkor nem vagytok éhesek? Én az utóbbi típus vagyok, az... Hoppá! Ez viszont nem nyílik ki. Na várja, ott viszont kinyílt most valami. Ott egy ilyen laptop fejű, vagy... Nézd meg, mindjárt. Laptop fejű? Hát valami, vagy mi van a fején? Hát valami van a fején, nézd már, valami van a fején. Mi van? Egy fogsoros, protézisos, pénztokáló rém. Ezt jól láttam. Én most mit csinálok? Most... De srácok? Én most egy aktatáskából lövök buborékokat, ami sebzi a zenemét? Mi van? És ezt vihetem magammal? Vagy? Kell idő, míg újra töltődik. Jaj! És ezt meddig vihetem magammal, amúgy az idők végezetéig? Így akkor könnyű lesz a játék. Ez ilyen pokémonos elkapós. 40% esélyed van, hogy hogy megszerezd a Pikachu-t, Zero. Te megszerezted a Pikachu-t? Mert biztos megszerezted. Pikachu. A Pikachu a legjobb. Hát persze. Ezt mindenki tudja. Lekötött szemű, szárnyas lány, lepkelány, szoknyában. Nem gondoltam volna, hogy ilyen nyelves, fogsoros diplomata táskákból fogok kilőni buborékokat, hogy ezzel semlegesítsem az életemre törő furcsa, szintén aktatáska fejű egyedeket. Fecó, köszönöm szépen, hogy jön a Prime-os szubot, szevasz, és köszi. Szóval ezt mondjátok meg nekem, hogy miért van ez így? Mi történik? Milyen Szentrigán? Hol vagyok? Most mi ez az egész? Enter the house in front of you to see if it's occupied. Mi? Elfoglalták a házad? Lángszóró is van, haló. Egy wattos? Ez 3 wattos? Itt wattok kellenek? Mindenféle dolgokhoz? Ez mit állít elő? Napelem. Hát Zero. Igen. Micukó! Ott van Micukó! Hát szerbusz. Micukó! Vi, you're still alive. Yes, még élek. Ja nem, mert várj, ezt a madárnak mondta. Thank you, metahuman. This means a lot to me. You can call me Mitsuko. I used to be a metahuman as well. Mitsuko vagy Mitsuko? Rosetta did all kinds of experiments on me. That is, until V saved me. Mitsuko is a very special meta. She can sense even the tiniest fluctuations in the stardust.
It's thanks to her that I was able to take refuge in this place after Starfall. You're safe here. Nézzek, ott van, láttátok, ott volt a kötözött sonka a fickónak a hátitáskájának az alján. Láttátok, ott volt. Bazony. Yes, an emissary of sorts. Hát a hősünknek a voice actingjét azt nem vitték túlzásba. Amúgy. Majd tudod, mint az Elden Ringben, hogy ilyen krumplik segítségével tudsz kommunikálni a többiekkel. Az előző bétában volt hangunk. Miért volt előző béta? Wow. Mikor? Independent Secure Unit. The butterfly is recovered. Mi? I think it likes you. Megmentettem a lepkét. Ez a harmadik zárt béta? Jaj, de jó. Aha. Tehát akkor vegyük szépen sorra, hogy eddig mi történt. Beszélgettünk egy ilyen virtuál hollóval. Virtuális holó, és ezért volt V a neve amúgy, mert virtuális, és ő elmondta, hogy mi van. Utána aktatáskákból lőttünk buborékokat aktatáska fejű ellenfelekre, megérkeztünk egy házhoz, ami olyan, mint egy ilyen, mint a prepperek, amiket szoktak csinálni Amerikába, tehát felkészülve a világ végére, szentrigánokkal, meg lángvetővel, meg ilyenekkel, napelem, homokzsákok, és egy lepkét mentettünk meg, vagy legalábbis bezártunk egy ilyen Independent Secure Unitba, és Mitsuko, a mesterlábú, bekötött szemű lány elmondta, hogy ő az, mármint, hogy Mitsuko. Na. Hát érted a dolgokat, nem? Hát persze, hogy értem. Hát mi se világosabb. Mi se világosabb. Szentrigán az kötelező. Oh. A konzekvenciák, mi? Mindig a konzekvenciák. We're trying to find ways for humans and deviations to live in harmony. We figure this is our best chance of cleaning up the mess that Rosetta made. Micsoda, Rosetta valami csúnyaságot csinált, de hát vetődnek föl kérdések. No one's exactly sure what they are, just that they're not bound by the physical laws of our world. They came from another dimension, something we call Rift Space. Tehát a Rift Space-ből jöttek, ez egy másik dimenzió. We think this brings our world and Rift Space closer together, like with Starfall. Sometimes it becomes possible to pass between the two planes of existence, and when that happens, all hell breaks loose. Mi az, hogy fura a szárny mozgása? Mi vagy te, ornitológus, vagy madárszakértő, vagy mi? Hogy kéne mozogjon? Hát így csinál. De ez nem is egy igazi holló, ez egy ilyen virtuális holló. Hát ez most ő így mozog. Hát kardiózik kőkeményen. Tehát mind a kolibri, érted, egy helybe ott repül. Nem pont some így? Friendly, tegnap like láttam egyet. But others, like the ones inside az pont így mozgott. Megállt itt a spár előtt, itt lebegett egy helybe, volt akció, akció! Maybe we can find ways to live alongside them. That's the goal. Also, the stardust just keeps spreading, and we aren't sure why. Aha. Palos Lajos. Bocsánat. The siren. Megint elsikerült nevezni a karaktert, igen. Come on, Meta. A deviation from another world just entered this space, and it won't go down without a fight. Take the butterfly with you. Aha. Can help. Tehát vigyük magunkkal a lepkét. Ne fogd még, lepke, nem szabad.
Jó. Hát, oké. Lápká. Rusztikus jacket. Na, ez kell nekem, a rusztikus jacket. Hú. Már de most jönnek már a gonoszok? Do you wanna build a snowman? Majd építünk egyet. Igen? Szalmabábút is? És az kell majd? Ember, egy ember méretűt, igen. Jó. Figyelj, én föl akarom venni. Mit föl akarom tett? Venni a cuccod. Milyen cuccod? Mivel nyitom meg az inventorid? Szerintem ott még nem tudsz. De meg lehet nyitni az inventory. Mivel le? Ível? Szerinted nem próbáltam meg? Nem ível működik. Ilyen ível. K-val. K, ez lesz az. Tessék, ez egy taktikai mellény, ez 140-es. 140-es. A... nem tudom milyen. Sajnos, hogy törés, no. Hát, igen. Gatyácskánk nincsen, egyelőre így fogunk kinézni, ahogy látom. Ha. Ötös szintű szarvas. Meghalt. Na már megint az állatvilágot ostromlod, igen. Lehet üzeneteket hagyni a földön, és találtam egy na. 4. hó 6-osat, 3/4-11-kor írták a fiúk, azt mondja, hagyjál, szia! De várjál, most mit kell nekem itt csinálni? Interact with isolated securement units to view details of butterflies emissary, synchronizing butterflies emissary to cradle. Szinkronizálni kell a... Értem, az, de a hogyan? Tehát ez... Lép be a izébe, a... az inventoriába. Igen. És ott jobb alul. Tényleg. Ezt megnyomtam most. Most mi van? Sábéletileg most szinkronizálva van, most csak kilépsz. Aha. Ez miért volt jó nekem? De nem tudok. Már úgy van? Igen, most már úgy van. Ha van egy pillangó a táskádban, akkor igen. De nem, még nem szinkronizáltad. De miért nem? Hát... Akkor nyomjál rá. De nem, hát már nem kell. Most mi van? Nem, most ki küld a játék, hogy kint csinálják dolgokat. Rá kell nyomni? De kell rányomni, vagy nem kell rányomni? Hova kell rányomni? De szerintem most jók vagyunk, nem? Jó ez így. Nem jó? December. Hát akkor miért engedett tovább a játék, ha nem szinkronizáltam? Na, most jó. Van egy, tényleg van egy pillangó a táskámban, de miért kell, hogy legyen egy pillangó a táskámban? Mi vele a terv? Mici mackónál még kell tárnod, hogy méz legyen. Érted? Igen, a kérdés jogos. Te, én már bányászok. Nem tudom miért, de bányászok. Ez így most jó ötlet. Egy bányászol? Igen. Aha. Jó. Logging by hand, get log... Jó. Itt kézzel kell... Mi? Kővel vágod ki a fán. Hülye ez? Ez hülye. Hát nézd már, kővel vágja a fát. Igen. A normálatlan barom. Hát nála van, érted, egy macseté. Azt vágja kővel a fát. Beszarog. Find the suitable location and press it
a setup camp. Te hova raktad le a campedet? Ide? Ezt a külön, hogy oda random, csak halva dob le. Tehát így a szentrigánok elé? Ez egy bátor, bátor vállalkozás. Hát én nem rakom a szentrigánok elé, én mell... Ez a béka, igen. Oké, és akkor... Camp. Na ne, oda néz. Ez itt még csak a tutoriál? Jó. Jó, és akkor kellene nekünk Rusty Crossbow. Aha. Jó, de nézd. Várjál, Rusty Crossbow. Lehet itt olyat? Uh-huh. Igen, csak fa kell. Fa kell hozzá, tehát akkor fát kell vágni. Nem, macsetével nem engedi elvágni a fát. Ez kővel kell, srácok. Ez kővel. Mindenképpen kővel üsd a fát. Havics. Azt hol látom, hogy mennyi fám van? Nem látom. Aha, tehát 60, 60, 62, stb. Ez egy hatalmas fa lesz, amit kivágok ebből, aztán jön rendesen. Jó. Én megcsinálom ezt a crossbow-t. Weapon crafting, és akkor crossbow. Ó. Oh. Hmm. Na tessék. Na, mit találtam? Hát egy crossbow-t csináltam. Várjál, egy torcs is van, kell hozzá Chevy fabrik, meg fa. Mi az a Chevy fabrik, az hol találunk? Mit akarsz, torcsot? Woven fabrik with large holes on its surface. Hát fabrikot tudom. Majd az open world-be tudsz találni egy csomó. Uh-huh. Ja, várjál, kell izét is csinálni hozzá. Mi a fenét? Aró. Nyilat. Na, ehhez meg ugye kő kell. Kő és fa. Ezt a fát is kivágom. Az, de jó, kivágtam. Tehát lenyílpuskáztam zéró a fát. Kegyetlenül. Megölted? Megöltem a fát, igen. Először leöltem, most pedig kivágom. Fogyilkos te. Én az vagyok. Te fogyilkos. Virtuális fákat teszek el lábalon. A faülő. Blueprint fragment. Te fogyilkos, te. Herman, ez most hogy jön ide? Vagy nem nagyon értem. Na mindegy. Jó, én vágom a fákat továbbra is, és valamit meg kell szerezzek, de... A meg mi az? Mi? Nem tudom, de har meghal. Nem tudom, valami hajas baba. Nagyon hosszú haja van. Négy lába van. Meg olyan, mintha nekifutott volna izének. Hajas baba, négy lába van. Igen. Érdekes. Jó. Na, oda néz. Most tudok ilyet csinálni, legyártom. Ja nem, a throwing dagger csináltam, éhülye basszus. Ó, a gyász. Követ kell. Meg a szenvedés. Hát ez az, követ kell. De ez copper, az nem az. Nekem csak kő kell. Aró kell, tudom, igen.
Abból is jön a kő. Jó. Várj, ez kén. Kén és gravel egyszerre. Az a jó, nem? Hát ezen röhögtünk egész idáig, Deni. Tehát konkrétan, mint az ősemberek, érted? Kezemben van a macseté, de nem tudom használni, mert annyira buta a karakter. És lehet, hogy ennek is 9-es az intelligencia szintje, mint Eldenben a Lajosnak. Buta volt a Lajos. Hát buta volt a Lajos. Lajos nagyon ütött, de buta volt. Hát neki ez volt, a szuper képessége, hogy ütött. Jó, azt mondja, hogy én csinálok egy ilyet. Na figyelj. Hopp. Mennyi kell? Mondjuk az elég nagy baj. Mi? Hogy buta? Kimászott a képernyőből egy... Hát olyan, mint egy nagy orhidea lenne. Konkrétan. És üldöz. Juhu. Na szép zéro. Én csináltam nagyon sok nyilat a puskába. Ebből még akár baj is lehet. Futás. Igen? Fussál el. Fussál el onnan. Jó, crossbow, szövet, kezdve, crafted, bare hands, make an arrow. Hát de most csináltam, hát ne... De most csináltam, miért nem fogadja? Mire kell rány? Újjaj. Ja. Futi. Jó, hogy meg is kell nyomni, mi? Ó. Ne üldözz. Pikaxot kell. Van itt ilyen pikax? Na mi kell hozzá? Kő meg fa? Hát nyilván. Csak fa meg kő nincsen. Megyek kavicsér. Nem tudsz bejönni, mert kicsi vagy. Illetve nagy vagy. Én meg kicsi. Mi bajod van, Zero? Ez most mire mondod? Jaj, már megint megöltem a kőt! Így megy el. Így megy el a jó kis izé. Lóga bele. Most ezt meg lehet vagdosni. Imádom, amikor így ugyanazt a játékot játszunk, csak mindenki máshol tart jelenleg benne, és akkor Zero néha fölkiált, hogy itt lóga bele. Hát, várj, mindjárt lefényképezem neked. De hiába. Fel is kell szedni, ami készült. Hát de miért? Ugye? Miért? Azt a hatalmas nagy fát azt kivágom, kavicsa. Amúgy nem azért mondom, de melyik fejlesztőnek jutott eszébe az, hogy kővel vágjál fát? És úgy, hogy a játék egy böszmel egy macsetével indít, érted? Miért kővel vágod a fát? Rád esik, meghalsz, nem? Te nagyon vágod, Kata, tehát valami fejlesztő vagy? Valami fejlesztő vagy? Az vagy? Lehet. Hagyjál már békén! Na! Mi a faj? Megvan a pikax. Hát, de nyilván, hogyha van benne bázisépítés, akkor miről szóljon? Hát valahogy kell, érted, a nyersanyag, meg minden. Crackdown attacking deviants. Most engem meg fognak támadni? Hűha. Fight. Micsoda? Hűha. Nem. Támadnak a deviánsok, Zero, mindjárt jönnek. Onnan. Ne! Mi van? Mi? Jó! Harap! Jó! Te egy antennafejű állat mászik ki a tócsából. Zero, ez az egyik legszürreálisabb utazásunk itt. Ha én is azt mondom. Na, ezen bejön a TV2. Jézusom, ezekkel mind el kell bánni.
Hűha. Jézus. Megöltem és instant level 4-es lettem. Haló? This siren. So strong. Aha, tehát ilyen nagyot kap. Summon the butterfly. It will fight alongside you. Ez csak az jó, hogy megöltem a loot meg a tetőn maradt. Tehát így. Ó, bár itt is elmozdul. Te. Most ez komoly, hogy... Na, ugyanilyet öltem, csak ilyen nagy orhidea szerint. Ez tényleg... Ezt a fájtot! Gyerekek! Kilőttük Kaphegyet ebben a pillanatban. Hát... Ezeket a fényképeket, amiket csinálok in-game, azokat hova menti? Nem tudom. Én nem csináltam még ilyen fényképeket. És a többi kisebb az hova lett? A Szent Trigger elintézte őket? Vagy mi van? Gyerekek, ezért innen csapást mértünk a kereskedelmi televíziózásra 4. hó 6-án 13 óra 29 perckor megszűnt nem csak hogy a földfelszíni sugárzás is, még az az alatt is. Hát... Tessék, itt van ő. Sírít, mint a tubarózsa. Hát nézzek. A TV2, az RTL, komplet vezetése, a könnyeit törölgeti, és azt mondják, hogy egy korszak véget ért. Hála az égnek. Na. Hát köszi Zero, azt azért, hogy megnézem, az mi az. Mi tört? Várj, valamit csinált a játék, de hogy milyen... Az mi? Milyen állatfeje vagy? Hát azért mondom. Jó. Egy nagy orhidea-szerű valami volt. Na most visszamegyünk, és elmondjuk a kis csajnak itt nagy hős tetteinket, hogy ez fog történni. Mitsuko? Damn, it escaped. Just driving it away was enough. And it's all thanks to you, Meta. You're tougher than you look. That's twice now you've saved me. Yes, Mitsuko created this rift space. A refuge from the dangers of the physical world. Or so we thought. Nézd, milyen büszkén áll a karakterű. Most ő volt a hős, aki elhárította a veszélyt. Jött a tévétorony, a pécsi tévétorony, és meg kellett óvni mindenkit tőle. Take the butterfly with you. Ha egyszer megöltem majd mindenkit, miért is fordultak? Mert rohadékok, biztos visszatérnek. It looks like this is goodbye. De kopogó szellem, poltergeist. Visszajön. Hát oda nem tudok felmászni, ez nagyszerű. Némes, mi? Mit kell nekem lefényképezni? Meg mivel vagy? Mi? Ja, Mitsukót kell nekem lefényképezni. Siker? Nem jó. De? Oké. Hát ez egy érdekes kép lett, valljuk be. Hát erre voltunk képesek.
berántott engem egy ilyen nagy fehér új világzéró. És énekelted, mint az Aladdinba? Whole new mit? World. Ja nem, nem, nem. Jézusom! Gyerekek! Hova menjünk? Jasznaja? Vagy hova ugrunk? Gyorsan mondjátok! Haló! Azonnal! Reptér! Look at that. 20 years after Starfall, and the world is still infested with Stardust. It looks like the monoliths here have been reactivated too. They might hold the key to all this Stardust pollution. De olyan dolgok történnek, nem tudom. Nem értem, hogy mi folyik itt. Erangel? Vagy lehet, hogy Erangel, nem tudom. Hú. Na itt nem esernyő van, srácok, itt varnyú. Halvány lila gőzöm, és most hova menjek? Vagy oda menjek? Oda? Hova mész? A rózsaszín lyukba mentél? Oda mentél? A térképen kicsit jobbra, tehát ez pályaszélén lent jobbra. Az jó, én pont nem arra tartok. Az Overlook Town-nál vagyok. Hol vagy? Overlook Town, ott jobbra lent. Aha. Oda kéne nekem menni? Ott ők. Jó. De le akar rakni ez a hülye holló. Bagoly a füled! Now that we've made it, let's set up a territory. Micsoda? Mi ilyet is le kell rakni, vagy mi ez? A bázis kell szépíteni, ha? De én melletted akarok bázist építeni, meg veled. Hát csak oda megyek, érted? 0,5 km csak izé lefutok már. Vissza kézből. Hát hadd építsem már melléd. Az ott az mi? Ez csúnya? Azt mondta... ilyen hangokat adnak ki a zombik. De várj, még hallom, hogy itt toporognak bent. Aci, van nálam... Srácok, van nálam acid. Mehet a parti. Szóval... ez mi ez? Hidden created... De itt behörögnek Zero. Ez mi ez az... Aryan Post? Ez mi? Hörögjél nekik vissza. You have entered Victor Hemet's territory. Jaj, ne! Meg akar ölni, ne bántsál! Te lövöldöző rám, izé van? Ne, arab, mi van? Ilyen lősz rám? Nem. Nem? Akkor ez egy másik játékod? Nem tudunk egymásnak ártani. Request sent. Mi? Most én beléptem a bázisára valamelyik játékosnak? Szerintem igen. Úristen, várjál azért, oda akarok menni. Hozzád, veled biztonságban érzem magamon. Tudod... Melletted minden olyan jó. Melletted elfelejtem a problémáimat. Amikor átölelsz... Amikor átölelsz, akkor... Ott a szarvas, figyeld el! Hopp! Hajjá! Bocsánat, csak kell a hús. Van húsom. Egyem a húsod, húsom. Figyelj, most már csak 300 méterre vagyok Zero, lehet, hogy meg foglak találni.
Ott is egy lepke, meg ilyenek. Most ez itt más játékosoknak a dolgai? A más-más emberek bázisai. De azok ellenségesek? Én nem játékosok? Tudom. Játékosok? Aha. Kik? Nem, PVS-szer, nem ártunk egymásnak. Hát akkor miért fogta rám azért a nyílt? A nyíl puskáján? Nem. Miért csinálta ezt? Egy fenyegetőleg lépett fel. De biztos, hogy, ne, biztos, hogy nem tudunk egymásnak ártani, Chad? Mert akkor ki is röhögöm a többit. Leölöm ezt itt. Nem lehet? Az jó. Nem volt nála semmi, ezt ezért öltem le. De már megint? Mi van? Mi a baj? Mi a baj, Zero? Mondjad, mi a baj, megoldom. Mindjárt megtudod, ha idéz. Na mi van? Miért van ezeknek reflektor a fején amúgy? Kik ezek, hogy reflektor van a fejükön? Miért lett reflektor fejű? Na, várjál. Hogy megvilágítson engem. Ja, ezek ilyen színészek? Ja. Védektől. Ó, tudok ilyet. Kijövök a sövény mögül. Az egy nagyobb állat, vigyázz. Én mindent fölveszek. Nem tudom, van ilyen, hogy ez egy mennyiségi korlát? Igen, 90 kiló. Igen? Akkor, akkor ezt hamarosan el fogjuk érni. Gondolom, autóval nem lehet menni, nem mi? Nem. Kapunk majd motort. Kitől? A Trader Mini-től. Jaj. Baj van, Gizi. Én a crossbow. Júj! Segbe lőtt az ármány. Hol van? Na, hol vagy? Hol vagy, Zero? Hát, üldöznek. Az anyán. De... Boltnál vagy, megyek oda. Micsoda, Boltnál? Bolt. Hát ilyen Boltnál vagyok. Itt küzdöttem ilyen elektromos méhekkel. Elektromos méhek voltak, hát nem. Úgy tűnt. Az a helyzet, hogy szerintem hiába vagyunk egy szerveren, nem vagy itt, mit vagyok a boltban. Mi tényleg? Ne hülyéskedj már. Blast suit. Van egy blast suitom. De várjál, valahogy csak össze tudunk csatlakozni, nem? Srácok, nem lehet így ezt így egymással, vagy hogy? Nem tudom, hogy lehet. Hát elvileg lehet. Kell egy teleportálőr, ahol lehet váltani? Tényleg? Hát szerintem Nevron, a következő kérdésemet te már tudod. Szevasz István, hello! Én a 8-ason vagyok, Zero. A 8-as világban. Az 1-esben. Hát akkor azért nem látszódsz. Nem lehet valahogy? Part mentén van egy. Hát a Zero, azt lehet, hogy meg kell keresned. Jó, látom. Teleportation Tower. Én egész közel vagyok hozzá, Zero. Hát akkor... Figyelj, én lehet, hogy oda megyek. De lehet az egyesbe. Egyesbe? Egyesbe. Word van, azt leszel te. És akkor a lootom az megmarad? Nagyon fontos. Mert hogyha nem marad meg, akkor nem én megyek át, akkor Zero kell, hogy jöjjön. Na van egy csomó aktivátorom, meg ilyenek. Loot az megmarad? Hát fontos.
A loot, loot az... Egy fontos történet. Húban támadni akarnak? Micsoda? Ez pisztolya hadonászod? Basszus, ez pisztolya, vizet puttyogtatott. Tényleg csak egy... Zero? Tudod, hol van az a izé? Tudod, hol van az a teleport? Na ott, oda, gyere át. Gyere át, léci, mert... Fontos dolgok vannak. Aktiváltam egy nagyon fontos küldetést, amit csak te meg én tudunk megoldani. Most mi történt? Itt valami nagyon gonosz zene van amúgy. 8. 8-as, igen, és meglettem elvileg lámpázva. Itt van a virágfejű, nézd meg. Meg vagyok világítva. Itt a lámpa. Ujjjj. Milyen lámpa? Itt vagyok a boltnál, egy fejjel lefelé álló pentagramma van az oldalán. Biztos tudod, hogy melyik az. Tudod, melyik az? Nem. Nem? Jó, figyelj, hogyha átjöttél, megmutatom a térképet, hogy itt vagyok. Látod? Ott vagyok. Overlook Town-nak az ikonjánál vagyok konkrétan. Szalad a láda, haló? De... Várom, hogy nagy verekedések vannak. Gyere, nagy Azt már nem tudom, hogy hol volt. Basszus, tényleg nálam is szalad a láda. Mi az Isten ez? Mi ez? Ja, hát akkor itt vagy, itt vagyok mellett a jobbra. Hol? Jobbra mondom. Ja, hello! Hallós, hello! Gyere, segítsünk a fiú. Na ezzel harcoltam az előtt, gyere. Igen? Így. Meghalt. Meg. De mit csináltál, hogy ilyen gyorsan meghalt? Őt rátszottad az ott van. Azzal a ládából mi egyébként is lehet tudni? Nem tudom. De nézzek, ott kergeti. Na. Ezt nem tudtam, ne haragudjatok elolvasni. Stellar Planula. Buzzy Bee. Ez tényleg egy béhecske volt benne. De milyen rendes, megköszönte segítséget. Csak mertem volna, nem? Hát jogos. És mi bunkó módon nem írtunk semmit. Mert én nem tudom, hogy hol kell megnyitni a csetet. Tehát... oda néz, van gránát. Munitions Amplifier. Hát drága gyermekeim az úrban, mi ez az egész? De mi történik itt? Nem tudom, nem mászott ki. Nem, honnan? Ha ne menj oda. Megharaphat. Mert itt van valami kék genya. Glutton. Nézzük, miért léptünk szintet. És el tudunk költeni képességpontokat, vagy ilyesmi? Hol lehet képességpontokat el... Leherdálni. A report gombon? Ott biztos nem. Self-distract. Van izé. Self-distract benne. Majd megnézzük. Na jó, megnézzük, mi történik. Majd, de majd a végén. Majd a végén megnézem. De... Várjál csak, kell nekünk aktiválni egy Rift Anchort. Ezt mondja a játék. Uh-huh. Rift Anchor. Van ilyen valahol? Rift Anchor.
Rift Anchor. Én nem látok a térkép, hogy Rift Anchor. Ez a, hogy néz ki egy Rift Anchor? Aha. Érdemes megtapizni a tornyokat? Ha megtapizom. Most eltűntél, Zero? Nem. Hát de. A helyzéket néztem csak. A macsatém az nem romlik el, ugye? Az innentől kezdve már létezik. Magányos autószerelő bóklászik ott, mert nem tud fékbóvden cserélni. Fékbóvden. Megnézem ezt. De megy le a durability-e? Hát rohadjon meg. És mit tudok én tenni ez ellen? A teleportálsz, azt ne csinál semmit. Én csak állokkoltam. Ó, hát azért, akkor ez még bírja. Ez bírni fogja sokáig. De építened, gyere, mondjuk akkor az én, nem tudom, hogy be tudlak-e hívni például a territóriba. Biztos be tudsz. Hát persze, hogy be tudsz. Vagy hát, ezt csak mondom, de amúgy nem tudom, tehát... Ez ilyen workbenchnek néz ki, de nem használhatom. Mert nem az enyém. Ez valakinek a háza, igen. Ilyen hülye helyem. Bár mondjuk tengerpart is. Igyak a vízbe? Nem iszok. Várjál, de amúgy meg innom kéne. Miért nem iszik még egyet? Na. Oké. Még lassan enni is kellene. Ja, gyors utazás miatt. Hát ja, gondolom amiatt jó. A teleport kapu. Fölmászni nem tud? Nem mi. Itt már milyen kiterjedt házakkal rendelkeznek a playerek. Oda néz, látjátok, hogy hogy csillámlik a izé, brazil golyóság? Na ott van, tessék. Hát egyes játékfejlesztők, mint például a Stellar Blade, hát órákat, napokat, heteket vesz igénybe a főhősnő fenekének a lemodellezése, hogy azért az úgy nézzen ki, hogy a játékosok számára megkapó legyen. Hát látjátok? Én ezt itt azonnal mindenféle probléma nélkül résmentesen produkálom. Mindenféle fejlesztés nélkül. A brazil golyósegget. Nagy megelégedésetekre. Ez mi ez? Hoppá! Ez a, tudod a... Az. Igen. De mit csináltam? Megvilágítottam. Megvilágítottam. Zero, állj meg! Állj meg! Állj meg! Maradj úgy! Jó, hogy te egy kis bugyikába vagy. Érted? Igen. Meleg van, tudod. Meleg mi? Legalább választhattad volna azt a karaktert, amelyik úgy nézett ki, mint Scarlett Johansson. Jaj, húr, várjál, lő, lecsap ránk a medúza, vigyázz. Itt van fönn, nem látod? Most halt meg. De látom, de kifogytam a nyilagból. Én a craftolom másikat, de csak a bázison tudok. Jó. Ez a bázis, ez a hely vár rád is, csak az lehet hős, aki elég erős. De szar egy műsor voltam. Júj. Azt a ku... Na tessék. Hát mit tudom én, hogy mi ez? Hát szerintem meg tudom ezekről mondani, hogy mik ezek? Elvisznek egy állatkertbe, akkor tudom azt mondani, hogy mit, az ott egy tigris. Vagy az ott egy mit tudom én, egy cerkóf. Egy cerkóf, vagy egy...
Maki. Ezekről nem tudom megmondani. Egy rift ankort kellene aktiválni. Mi az amúgy? És hol van ilyen? Ja, az a nagy liratuk. Na, de akkor ezek szerint már tudod, mi az a rift ankor. És hol van az a nagy lila cucc? Gyere. Gyerünk. Ott, nézd, ott világít. Az. Hát akkor figyelj, vegyük arra felé az irányt. Gyerünk, Zero, öj! Ne engem. Mögötted, tojásfejű! Gyorsan. Csikos pólós, kulcs is. A loot. A Freddy Krueger. Láttátok, mit szereztem? Hallod, van egy WC pumpám, Zero. Na. Van egy WC pumpám. Most szereztem egy WC pumpát. Minden szart fölveszek. Hát, nekem muszáj visszamondom craftolni nyílat, mert az így nem jó. Na minek neked annyi nyíl? Majd út közben, nem? Vagy, nincs egy darab se. Én eddig nem nagyon találtam. Talán. Hát de nem kell, majd elfutunk. Ja. Tök hülye ötlet. De figyelj, hova mentél? Mert most megint eltűntél. Hol vagy? Jobbra, gyere kifelé. Jobbra kifelé. Most így balra, arra fel. Kicsit balra. Balra. A torony felé. Várj, gyere oda vissza, és akkor visszajövök oda. Maradj, ott megyek. Na. Hát segíts kérlek. Eltörtem a térdeimet, nem tudom, hogy lehet hírelni. Az te vagy? Majd megyek, megmentelek. Várjál, van itt egy takaró, azt majd rád rakom. Lásd az igyekezeted. Eltörted a térdeidet. Uh-huh. Hol vagy? Ja, itt vagy. Igen. Hát egész jól mozogsz ahhoz képest. Ugye? Aha. Akit elkaptak. Igen. Ez megvan az a mém, ugye? Nagyon jót filmeztünk egész nap, vagy egész este a lányával. Épségbe hazahoztam 10 óra előtt, és akkor tudjátok, mint a kölyök zsiráfok. Oda néz, amikor próbálnak lábra állni. Mi az? Nem tudom, de megyek adnál. Júj. Ez olyan nagy boss, az is. Egy busz-boss. Ez tényleg az egy busz-boss. Fú, de milyen erős a karja. Mi az Isten haragja ez, Zero? Már nem megint? Tudom. Milyen játékot találtál? Te! Én felszállok rá. Én beszállok. Hallod, gyere már, utazunk egyet. Figyelj, gyere. Én bemegyek. Be lehet szállni? Hát bemegyek. Bemente, benn vagyok. Van benne loot. Jaj. Indul a iskolabusz. Szálljatok fel. Ő baj lesz. Miért nem? Én már elindultam. Hova visz ez minket? Mi már elindult? Huha. Nem tudom. Nem tudom, de ez elindult. Én múl is. Hát akkor hiába ütöd, akkor ne ütlegeld. Most ez most elvisz. Hát ez elvisz, így van, ezt ahogy mondod, ez el fog vinni. Ne kérdezzétek, hogy mi történik. Most hova visz ez a szar amúgy? Hova megyünk? Hol a map? Hát, jól látszik, hogy megyünk. Na, kirakott. Hova tűntél a buszról? Te leestél. Ja, hogy én leestem? Szerintem az olyan cucc, hogy 24 óránként le lehet kérni, mert még egy szemtől kilutálni a lábán. Hol megyek kraftolni most már? Jó, menjünk izé kraftolni. Nekem is kellene amúgy izé nyíl. Legalább kettő. Csipkebogor veszünk. Mit tudok csinálni a törött lábokkal? Nagyon idegesítő, nem tudok futni normálisan. Ez a helyi tömegközlekedés? Nem tudom. Lehet. Törött lábakkal mit lehet csinálni?
megvárod, míg befor. Hát keress egy splintet valahol, én azt mondanám. Mi a terved neked itt? Szeretnék fölmászni, hogy ne kelljen megkerülni az egészet. És hogy mentél oda föl? Zero? Bemeltem a space, jobb oldalt. Megvan? Nincsen. Nem tudok fölmenni. Voltoltál, vagy hogy? Nem, csak a space nyomul itt jobbra. Itt néz itt jobbra a legszélén. Törött lábbal mentél föl, de maradj úgy, hogy látszik a feneked. A feneked a gyengém. Tessék, nézed addig. Ó, ez az. Amíg ugrálok, addig... De nem tudok fölmenni, nem tudok fölmenni, hiába. Most már te semmi. Mit nyomtál? Csak a space. Akkor felhúzza magát. Sprintelve. Hát bazd meg. Egy időt már lehet megkerültük volna, de gyere, akkor kerüljük. Á, édes Isten, tudtam, hogy valami ilyen dologba fogok ütközni. De én olyan kitartóan próbálkoztam, srácok, olyan szinten kitartóan próbálkoztam, azt a tessék. Hát, de még nem is a space volt amúgy. Nem is a space volt, hanem a control, a bal control. Mert ugye érthető okokból az én hüvelyk ujjam a jobb kezemen, az nem a space-re áll, hanem a control. De most oda kell lopózzak, és hát a hüvelyik új történetét. De ti merre? Ja, az te vagy? Merre már, és hol a bázisom? Mert egyébként ide építkeztem, de nincs itt. Elvitték. Hát te ember! Hát átjöttél egy másik világba. Ja, és nem lehet hozni magaddal a bázist? Nem hoztad a bázist. Ott hagytad a bázisodat. De ezt hogy lehet hozni? Nem, ezek szerint nem lehet. Tehát egy világba kell építkeznünk. Jó! Azt mondja, hogy de lehet. Na tessék. Hát akkor lehet. B és Z. Ne B és Z. Ezek szerint az. Ó, tényleg. Na. Én is építsek ezért valamit. Nem lehetne az, hogy te a haverom leszel ebbe a játékba? Hol van a báziskád? Ezt gyűjtöttem most. Mind? Muti? Márjál, most jövök be. Zero the Pro's Territory. Tessék. Várjál, megnézem a profilodat. Y. Invite to team. Tessék. Rámentem előtte a reportra szigorúan, és utána az invite to team. Na, ennyi. Kész. És... És már van egy méhecskéje itt a dobozba. Ki nem érzi jól magát? Nem érzi jól magát? Mert mi baja van? Nézd meg az arcán. Látom, mindjárt oda csapok neki, hogy érezze jó magát. Hát. Jó? Viselkedjen. Hát amúgy meg igen. Ez micsoda? Ez egy ilyen összezúzó eszköz? Az. Ez ami melegítő lófügy. Mi, építsek én is valamit? Mi, kéne valamit építenem? Workbench-re tudom használni? Raft aró. Nem tudom használni a workbench-edet. Hát szerintem bázist ezt neked is kell építeni, különben nem tudsz tovább adni a questekkel. Jó, hogy építek bázist?
Mire van neked állt? Neked is bére van állítva? A gyereke izéből szerintem itt erre fel tudsz építeni, ez egy kicsit föntem. Igen? Hát én nem akarom, hogy ilyen messze legyél tőlem. Ennyire össze csak. Tessék! Próbáld meg itt valahol. De ez piros, fel. Ez nem jó. Túl közel vagyok hozzád. Hát a jó szomszédsági viszony az, az csak messziről. Ugye? Na? Hogy? Hát én odaépülök. If you access them through your cradle, you'll be able to craft and build what you need. És most mi van? Hát srácok? Hoppert kéne meg. Ez így jó, vagy... Mit csináljak én most? Jó? És akkor amiket ott bal felül neked ír, ezeket meg kell építgetni. És akkor azokkal készül, akkor utána meg tudunk indulni küldözgetni. Select cradle to enter mimetic screen. A ilyen embrió jellegű? Vagy nem tudom mi az. Aha. Ó. Aha. Júj. You still won't be able to craft anything out of thin air. We better gather some ore and logs. Jó, megint majd bányászni kell, meg ilyenek gondolom én. Jó, copper ore, nagyon jó. Gravel fog kelleni nekünk. A gravel az, az benne volt ebbe, ugye? Tehát a ilyen szulfúros, aha, benne van, jó. Oké. Hát én már építem. Jéé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  de sok gravel lesz szebből! Build a furnace. Oké. Build a furnace. De... hogy kell furnace-et építeni? Furnace. Na tessék. Ez lesz az. Ezt ide rakom most. Ezt, itt ez nagyon jó helye lesz. És ez mi ez valójában? Ilyen olvasztó akármi? Ebbe belerakok bármit, és akkor kiolvad, jön belőle a matéria? Aha. Azaz, ugye? Egy ilyen fém olvasz. Jaj, jaj. Na várjál, oké. Mit rakjak bele? Copper ingot. Aha. És ez bizonyos idő? Vagy ja, lehet, hogy megint rá kellett volna menni, mi? Hogy... Aha. Mennyi kell? 10, ugye? Charcoal. És akkor ebből kéne 10. Hát, srácok, érdekes, érdekes dolog. Ez még egyre nem nagyon sikerült megértenem azt, hogy hogy valójában ez az egész, ez mire megy ki? Tehát, hogy mi a lényeg?
Azt mondjátok meg, hogy ebbe a játékban konkrétan mi a lényeg? Hát, ez ilyen túlélő sztori igazából, ahogy én észrevettem, aztán hát rosszul gondolom, vagy kijavítanak. Ilyen mítikus sztori game. Túlélő survival show jellegű dolog. Nincs ezzel baj, érted, csak... Na. Ilyen játékból már sok van. Tehát az, hogy itt izé olvasgatjuk egybe a dolgokat, szerintem. Hát az elején volt némi sztori, azt igen. Azt igen, de a... Oké. Okay. Jó, azt mondja, hogy disassembly... Jó, tehát egy ilyen szétszerelő akármint, ugye? Jó. És... Húha. Na várjál, hogy megyek ide a build módba be? Hogy volt az? Ja, itt igen. És van egy ilyen, hogy disassembly... Az melyik az? Ez az, így van, ez a szétszerelő genya. This is a strong foundation for us to build upon. I've set up a journey interface to help track our progress. Mm-hmm. For each task you complete, you'll unlock some supplies we can use. Okay. És most? Jó. Hát tulajdonképpen... So far, what we've got won't do much against those deviants out there. Na várj, itt még kell valamit csinálni. There are some abandoned Rosetta facilities nearby. Maybe we could find some. Elfogadtalak barátnak amúgy. Most már a barátom vagy. A barátok vagy. A barát. Mi? Motor. Lehet motort csinálni. Bocsát, Győrbe úgy mondják, hogy motorod, de hogy most már lehet izé motort készíteni. Tényleg úgy mondják. Hát azt hitted, hogy izé, hogy viccelek. Nem. Igaz, srácok? Úgy mondják Győrbe. Győrbe úgy mondják a motort, hogy motrot. Én ezt megfigyeltem. Ugye, hogy így van? Tudja, hogy így van? Hát 3 évig ott éltem. Megmutatja az alapcraftingot, utána mentek az első városba. Milyen város? Ja, most jelenleg falun vagyunk. Tehát egy falun vagyunk, és utána engednek minket csak be a városba, már tudjuk, hogy mi az a szétszerelő üzem. Nem tudom, zombi lennék én is. Na, látod? Kirikó is ezt megmondja, hogy motrot. Győrbe motrot építenek. Az Audi gyárba belerakják az autókba a motrot. A motrot. Jó. Figyelj! Na. Go to Monolith Ruin to search for supplies. Akkor a Monolith... Hol van? Azaz. Vagy most ez a bázisom. Ja nem, ez az. Shift point sharing. De még mindig el van törve a lábam. Mit csinálják a lábad? Adok rá puszit, gyere na. Megsimogatom a lábidat. Akkor meg francnak bányászol, hogyha el van törve a lábad. Törött lábú ember, ne bányászol. Mit tudsz csinálni a lábaddal? Nyakadba tudod tenni. A többit nem mondom el. Jó, figyelj. Mit csináljunk Zero lábával? Tehát, hogy mit szeretnétek? Mit csináljunk vele? Itt van szegény. Itt áll baltával a kezében, és próbál felülkerekedni a rettenetes fájdalmon. Így a keze ügyébe kerülő összes eszközzel. Könyörgöm, magasszuk be. Jó. Ezen kívül mit lett? Én nem tudok. Te hogy van neked olyan fegyvered, te mocsok? Ilyen sorozatlövő? SMG-d? MP. Tököm tudja, mi MP. De hogy neked az honnan van? Kraftoltam. Hogy? Hol? Hol kraftoltad?
Ki kell húzni izéből. Skillből. Na mondd csak meg, hogy hol van az. Van B. Hát nálam O betű. És akkor ott van, hogy Memetix balra. A betű. Na várjál. De mi között? Lép ki. Lép ki. Onnan lép ki az egyik kezébe. Igen. Settings. O betű. Mi csak? O. O. Rövid O. De hol? O. Igen. Igen. Oké. És balra a Memetix. Memeti. Ja, igen. És akkor itt egy ilyen skill faág. Igen. A skill faágnak a középső része a crafting. És ott jobbra le. Gear workbench, basic gear, ezek. És melyik az? Jobb, a legjobb szélsőből a második, a basic gear. Hol? Ja, basic gearbe? Igen. A sima gear workbenchbe tudsz desertigő. Nem tudom. Nem tudom, mert nincsen ilyen... Hát a legelejétől kezd a fohágnak. Hát jó, hát én nem úgy akartam. És ez csak így engedi? Nem kell hozzá semmi? Csak így... Ezért? Ezért lépegeted a szinteket meg, és akkor kapod. És meddig nyomod ezt? Hát ameddig szeretnéd, de más fohágakra is tegyél építkezést, meg ilyenek. Managing, crafting, infrastruktúra. Én az assault rifle-ökig megyek. Az kell nekem. Egy jó assault rifle. Ezt miért nem tudjuk? Cypher kell hozzá 3 és energy link. 200. Jó, hát ez lesz itt most a feladat. Jó, figyelj, egy rift anchort kellene nekünk aktiválni. Aktiváljunk egy rift anchort. Drying. Na nézd már, figyeld. És én ezt hol szereljem össze? Nincsen összeszerelő izém. Az meg építkező módba kell lépni. Igen. És akkor ott van, hogy facilities. Hol? És igen. És látom. Facilities, gear workbench. Gear workbench. Ez kell nekem. Nem tudom lerakni. Adhesív. Adhesívből 5 kell. Neked honnan van a adhesíved? Copper kell még 30. Ja, lootolgatsz, a városban lootolgatsz. Hát akkor azt hiszem, hogy megvan a feladat. Tehát koppert kell bányászni. 1. Bányászhatom a kopperedet? A kopper? Eltöröm még egyszer a lábam, az ön megjavult. Figyelj. Ez egy kiváló kérdés megint. Volt, így elképesztő logikai képességekről tesz a bizonyságot az előbbi kérdésed, Zero. Nyilván, ha eltöröd még egyszer a lábadat, akkor meggyógyul. Így szokott ez menni, nem? Tehát egy elmentek érted a sürgősségére, mert eltörtétek a lábatokat. Jó, van, nem baj, eltörjük. Még egyszer megjavul, kész, rendben van. Így megy ez. Azt mondd meg, hogy hol van itt copper? Már itt van. Itt van mellett, itt menti el. Hol? Itt állok. Jaj! Te, nem veszi elő a fegyvert, de hogy, várj. Ja, benne vagyok a menüben, Jézus. A sav mennyi van, basszus? De miért van egy zombinál sav? Tudjon savazni, mint a hangyák. Most mit csinálsz? Megöli. Nézd meg. Ennél sav volt. Ezek ilyen savval közlekedő zombik. Életük végéig tartó tripbe vannak, és hát ugye... Ennek köszönhetően olyan a mozgásuk. Most már utána járok interneten. Mit csinálsz? Valami szárított narancs. Van nálam.
Az, igen, igen, kellene nekem némi kopper, hogy én lehessek kopperes afteres. De nem igaz, hogy nincs. Ez mi? Ez az. Na ez az, ez kell nekünk. És kopperes afteres? Most azért... Tehát azért, mert mondjuk valakinek ez a területe, és itt bányászom a koppert a területén, akkor rám meg fog karagudni. Ne bányázzak, ez a mosolyog a méhecském. Azt hittem, hogy ez egy mosolyog a méhem. Azt mosolyog, igen. Hát de te hány éves vagy? De most már hamarosan nem meheted föl a csokot, azt lejár a méhed, Zero. De már itt vagy, nézd meg. Ott, ó, van itt rengeteg kopper. Szevasz, bácső. Hello, aló. Micsoda? Tényleg az én izém, ezt szeded? Mondtam én, hogy konfliktus lesz ebből. Elszedem a nyersanyagát. Tudod, mi a szép az egészben? Nem tudom, hogy hol van az én bázis. Ja, az a zöld izé jelöli, ugye? Hogy az az enyém. Nézd meg, azt mire visszajövök, érted, a nagy kopper felderítő hadjáratomról, mi fogad itt engem? Rakat kopper. A bázisomon, érted, meg szulfur, meg mindenféle izégeny. Jaj, de kéne. Healing bandage. Jó. Fishing rod. A micsoda? Fishing rod. Fishing rod. Mit tudsz most már horgászni is? Aha. Milyen ügyesen haladsz te ebbe? És hogy raktál be méhecskét? Azt kaptam a bossból, amit az előbb ott megöltünk. Jó, de hogyan rakod be? Hát ez... Tényleg neked kell elmagyaráznom, hogy rakod be? Aha. Most mondd el, légy oly kedves. Kezd a méhecskével. Na, de tudod, hogy rakod a be? A méhecskék beporzik a virágokat, tudod? A méhecsk... Ennek fussunk neki még egyszer, hogy beporozzák a virágot a méhecskék, igen. Ugye? Igen. Igen, igen, tudod, és igen, akkor... Igen, tudom, láttam. Mikor adjuk meg apul, hogy szeretik egymást, tudod? Ja, az este, amikor lihegnek, tudom. Igen. Na, ott is ugyanezt történik, mint a méhecskéknél. Ó. Oh. Beporozza. De hát anyu meg annyi portörlőt vett, érted? Hát így... Na mindegy, ebbe most nem menjünk be. Akvilát. Én nem, Balú. Jajaj. Vajok lesz. Ja, amúgy meg jogos. Jó, én is ezt a kérdést tenném föl, hogy vajon akkor a méhecskének kilátja el a baját, de hát... Ez mi volt ez a hang a játékban? Ezt hallottátok ti is, vagy képzelődök? Most meg, pukkant valami. Hogy te adod ki ezeket a hangokat, Zero, vald be. Az új mikrofonon. Észrevettétek, hogy Zero-nak új mikrofonja van? Nem mi? Ilyen hangokat ad ki. Na, figyelj, szerintem bőven elegendő koppert bányáztam én ahhoz, hogy itt rendben legyen. Mint a börtönben, tudod, a papás van más. Jaj. Igen, azt mondja, hogy... Jó, és akkor itt van egy ilyen, hogy Gearwork Bench. Copper ingot. Jó, hát várjál, nem jó, hát most jut... Ó, hát ki kell kohászkodni. Hát ki kell kohászkodni, 30-at. Van. Jézus. Miért csak egyet tudok? Miért csak egyet tudok? Mert most mi van? Miért nem jó? Mennyi kell? Ilyen cserkót kellene nekem valahonnan szerezni. Honnan szedek én cserkót? Ó. Micsoda? Fátéges. Ja, tényleg jogos. Várj, akkor kivágom ezt a fát.
Na látod, azért a fejlesztők azért tanultak így a korábbi játékokból, hogy igen, bizony fát fejszével érdemes vágni. Jogos a meglátás. Banánfa? Banana tree, ott van. Hoppá! Hát ezért... Elég fura játék ez így most így, hogy mondj. Te hallasz, az a hülye hang, ez a pillangód. Ez a pillang... Az ad ki ilyen buborék hangod. Na, hát ha már pont felvetődött így a kérdés így arról, hogy miért szürreális ez a játék, hát ez például egy példa, most így jelenleg. Égetek egy kis fát, jó? Égetek fát. De nem tudok fát égetni, haló. Hát dehogy nem, ott a charcoal. Ja. Az mennyi kell belőle? 30? A fából mindig tudsz tenni, hogy kraftol nyugodtan. Hát kraftolok. Úgyis az kell minden égetés, az úgyhogy. Nekem az elején, nem tudom, hogy emlékeztek-e arra a játékra, aminek most nem jut eszembe a neve, de... Imádom, hogy így be tudom vezetni ezeket. Van egy játék, tudom is már, hogy melyik az, a Secret World. A Secret World, az megvan nektek? Én azt például tökre éltem még régen, a Secret World-ot. Nagyon régi játék, ilyen MMO-s, horroros MMO-s bánat. Szárított narancs. Narancs. Az megvan nektek? Én ezt tökre bírtam azt a játékot. Tök sokat el voltam, de ilyen napokig olyan jó kis mókás cucc volt. És nem tudom, hogy mi van vele, hogy játsszák-e még, vagy nem játsszák, vagy vannak-e még játékosok a játékban, de én azt például tökre szerettem, az ilyen, mondom, ilyen horroros MMO-s jellegű dolog volt, és volt egy díszes társaság, akivel annak idején azt így nyomadtuk, olyan 3-4-5-en. Tökre jó volt. Én ezt bírtam. Ja, hát, de abban nem voltak ilyen kraftolások, meg ilyen huncutságok, az úgy volt. Úgy mentél, csináltál a dolgokat, ott harcoláztál, meg voltak bosszok, meg mit tudom én. Nano HZ-et vettem meg, majd ingyenes lett, majd lehúzták a rolót, szép történet. Hát, ja. Abba én is belefutottam, pont a HZ-egybe egyébként. Hát, mert mivel kell játszani? Mivel kell játszani? Két játék van a világon, amivel érdemes játszani, nyilván... Nem így van, de az Elden Ring és nyilván az Elder Scrolls Online. Mind a kettő E betűvel kezdődik, szeretném megjegyezni. Tehát az E betűs játékokkal kapcsolatban nagyobb bizalmatok legyen. Azt mondja, hogy... Gear Workbench. Mi 30 kell belőle? Haló? Hát 30... Jézusom. Várjál, hogy itt ilyen kohászati kisiparos. Tehát akkor még 20-at kéne gyártani, mi? Jézusom, hát mire ez elkészül? És még adenozin is kell? Vagy adezin, vagy nem tudom mi volt az? Azt meg gondolom, mit tudom én lootolni kell, hogy meglegyen ez a Gear Workbench. Eltévejett állapotban vagyok, Zero. Na. Nem tudom. Nem, továbbra se értem, hogy mire megy ki a játék. Ezt itt lehet ilyenkor hagyni, ez így dolgozik magába, vagy ne lépjek ki, mert akkor baj van. Ezt jó lenne tudni, mert nyilván nem szeretném el... Itt lehet hagyni? Jó. Nézd meg, és írja fölötte. Ezek itt szexizek, neked is lesz a szarsz. Várjál, de már állj meg úgy. Nem mutatja fenekedet. Ne, na most, ne tedd oda a kezedet, hát... Ne tedd oda a kezedet. Most két lehetőség van, Zero. Vagy fölveszel egy combfixet, vagy
vagy egy kisebb tangára váltasz. Tehát ezt a két lehetőséget kínálom fel. Amelyik jó számodra, az mi? De mi az? Valami medvét jelentettél meg a fejed felett. Mérges láma. Mérges láma? A szar ez. Mérges láma. Jó, ez most készen van? Vagy csinálja még? Vagy mi van? Készen van. Jó, és akkor most kéne kitalálni, hogy mire van nekünk szükségünk, Zero. Én ezt elmondanám neked. Elmeorvosra. Van szükségem? Azon. Szélő 10, azt mondja, hogy oké. Adezív fog kelleni méghozzá 5 darab. Te honnan szedtél Exploring the Wilderness, Disassembling a Scrap? Adezív. Várjál, te szétszereltél? Hát lootoltam, amiket találtam. Felszedtem, de azt csak szétjeljel. Szóljatok, hogy mi az, amit a WC pumpát, azt nem szerelem szét. A vízből lehet inni, lesz bajom? Mitől próbált ki? Valakinek ki kell próbálnia. Nem, piszkos vizet szedtem. Ezt ki kell forralni, fenélje meg. De a WC pumpám megmaradt legalább. Áll az égnek. Jó, de most már tudok csinálni. Hallod, tudod, mim lesz, Zero? Nem hiszed el. Autorifle-öm. Vagy rifle-öm. Portable Mixed Fuel. Electric Stove, Furnace. Tudod, hogy érzem magamat? Na. Mint a Palworld-ben tulajdonképpen, csak az ellenségek azok nem Pokémonok, hanem ilyen zombik amúgy. Körülbelül ott is ugyanez volt, hogy gyártottunk össze-vissza minden, meg szedtük fel a dolgokat. Na ilyet még nem tudunk, az a baj. Eljött a pillanat, Zero. Eljött a pillanat. Igen. Eljött a pillanat, hogy megtörténjen a csoda. A csoda, hogy craftolok magamnak nyilvessződ. Az hol lehet? Úgy bírom, hogy a játékosok írkálják a papírokat a földre, hogy éppen merre nézzél. Meg hogy hol van a loot, meg ilyenek. Igen? Hát én ezt nem értem. Most itt... De mit kell berakni? Egy kell belőle. Medium Armor Fabric 1. Nekem ilyen nincsen. Medium Bulletproof Lining. Ilyen sincsen. Ahogy, hogy ezeket elő kéne állítani, ám haló, de hogy hogyan? Ja, rámegyek, hogy craft. Oké. Okay. És kell medium armor fabric, de hát... Hogy lehet medium armor fabricot, hunting animals. Hát ez menni fog. Ez bizony menni fog, láttam itt szarvasokat. Hol voltak a szarvasok? Hoppa, WC pumpa. Hol van egy szarvas? Az jó WC pumpa. Állatokat akarok ölni. Hol van? Mutassatok egy... És mit akarsz? Craftolni egyébként. Egy gatyát. Gatyát. Igen, egy gatyát. Elő akarok állítani egy gatyát. Ez olyan rettenetes elkezdés. Neked nem szükséges. De jó, akkor én nem ott egy állat.
Oké. Jó, azt a többi állatot is megöljük ott, mert hogy legyen már ilyen cuccunk, ugyebár. Ennek megkíméljük az életét. Az mi az? Jaj, ne! Azt nem akartam, az kicsi őzgida volt. Jaj! Jaj, 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 jaj. Mit csinál? Ja. Megöltem egy bébi szarvast. Így egy át. Őzikét. Rossz helyen volt, rossz időben. Hát amúgy igen. Ott is van egy kicsi, azt nem öljük meg. Csak a nagyon. Jövök! Hajá! A waifu spotted, óvó. So that is, I've seen better. Na jó, ennyi elég lesz. Szerintem most már. Jó, ennyi bőr biztos, hogy elég. Vagy várjál még egyet, kettőt, de annak kicsinye van, azt nem bántjuk. Nem vagyunk izék kurutják. Jó. Hol jöttem én le? Fel lehet menni vajon? Biztos. Hát nem. Ó, hát az várja, hogy megöljem. Ó, régóta be vagy ide szorulva, majd én kimenekítelek. A kimenekítési siker, illetve a kimeneti... Igen? A kimenekítési... Igen? Terv... Sikeres igen? Volt. Ki menekített, de se, ki? Nem tudok fölmenni a házamhoz. Mi volt ez a hang? Valami sipa? Ja, az a picike. Ú, nem bántjuk. Ilyen hangot adott ki. Na te majd, össze-vissza fejlesztettél. Meg szabadon szállnak a méhecskéid. Nem lehet levágni. Nem. Na most kéne... Most kéne, azt mondja, hogy gírt kraftolni. Kell sisak. Ilyen. Ó, ne. Copper ingot, már megint. Copper ingot, de mennyi már meg? Mennyi kell belőle? Nincsen cserkólom. Mi? Fám sincsen? Gyerekek, elfogyott a fa. Jaj! 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 Ez nem tudom mi volt. Jaj! Hogy lehet kivágni a fát? Hát az előbb itt lehetett. Oda mentem hozzá, és tudtam vágni, és most nem tudom vágni. Most mi van ilyenkor? Jaj. Majd lehet, hogy ezért csak bug volt. Azt láttam azért, hogy időnként újra spawnolnak ezek a cuccok. De sose fogyunk ki itt a matériából.
PUBG is is. Oké. Okay. Éppen azt akarok amúgy craftolni. Charcoal fog kelleni, de rengeteg. Most ez... Jó. Nem tudom, mennyire volt jó ötlet 69 charcoal-t legyártani, de hát biztos, hogy jó lesz valamire. Hát igen, igen, viszont a Call of the Wild-ban azért nem így öltem az állatokat, ott azért sokkal szofisztikáltabb módszereket alkalmaztam megfelelő fegyverekkel, megfelelő vadakra. Azt kell, hogy mondjam. Azt kell, hogy mondjam nektek. Véreim. Gyermekeim. Jaj, de jó tetted, kopteres. Jaj, de jó tetted. Melyikkel kezded? Vagy itt szépen sorjában? A Lego nincsen közötte, remélem. Azért ilyen szentségtörés ne kövessünk el. Hát ez blaszfémia. Level 4-es vagyok, zero. Wow. Hallod? Aha. Level 4-es. 4-es? Operingot 3. Uh-huh. 3 koperingot. Aha, glass-t kell nekem csinálni. Glass-t is. Egyet, nem? Na, még egyet, na. Na jó, legyen 3. Oké. Okay. Több dolgot akarok én itt csinálni, csak... Jó, az van. De srácok, hát én ezt már, hogy mondjam, ezt az előbb gyártottam le. Ja, ilyenkor még egyszer újra kell, mi 3 üvegkel, vagy? Próbálom meg. Kell még egy belőle. Jaj, ne! És előbb a izét fogja megcsinálni, a copperingotot? Na, nem a... Sorban igen, Arkham Asylum. Az volt bizony. Az egy zseni játék. Na jó, nézzük még, hogy mi kell. Jó, armort is lehet. Raid mask. Ettől jobb lesz. A sorsunk. Hangtompító, optikák, minden van itt. Hát tulajdonképpen, hogyha belegondolsz, onnantól kezdve, hogy mondjuk csinálnak egy infrastruktúrát, mondjuk egy körül, hogy miket lehet érted a játékban legyártani, és mindennek adnak érted különböző értékeket, hogy az armorba hogyan nyilvánul meg is egyáltalán, akkor onnantól kezdve már ezeknek a számát nem olyan rettetesen nehéz, ha már megvan az infrastruktúrája növelni. Érted? Érted? Nem érted?
Nagyon bajba leszek a vízzel, de nem tudom, hogy hogy lehet, hogy gyorsan vagy. Jó, a vizet szerezem. Vized? Itt tudom már. Ja, amúgy én is bajba leszek. Nem, szerintem főzni kell. Már, de hogy? Már úgy ért, hogy forralni. Én legalábbis arra gondolnék, hogy itt ilyen forralásos módszerrel kell ezt itt. Hát nem úgy, mint amikor a bosszút forralod, hanem hogy így, mit tudom én éppen. Hopp. Na? Crafted? De miért nem mutatja meg? Most én legyártottam egy raid maszkot, de hogy... Ez most az volt? Ez, ja, ott van a fejemen. Wow. Hát ez... bámulatos. Mire képes a tudomány, ugye? Volt még egy ilyen gatya. Egy tier 2-es gatyát esetleg. Tier 2-es gatyát tudok? Na, ez menő. Ez kell nekem. Azt mondja, hogy Cotton Fabric, Exploring the Wilderness, Disassembling the Scrap. Uh-huh. Ez most nem fog menni. Jó. Lehet, hogy nem fogok tudni. Uh-huh. Ilyet lehet, hogy tudok. Vészplasztik. Ilyet is tudok. De ilyen viszont nincsen. Hát ilyet kellene még valahonnan szerválni. Mm-hmm. Nem tudok gatyát csinálni, Zero. Figyelj, szomorú. Amondó vagyok, szerintem csináljuk azt, hogy most elmegyünk és megnézzük azt a Rift Anchort. Mit szólsz hozzá? Egy jó Rift Anchoros... Ja, várj, ezt nem baltába kéne, haló. Ja, így azért mindjárt más. De azt az overlook támba oldalam. Találtam egy plastik kártyát, az csak ilyen szemét, ugye beolvasztható. Neked is van már ilyen sapód, mit te szemét? Én PUBG-sisek. Na, nézzük akkor meg azt a Rift Anchort. Az hol van? Rift Anchor. Erre kell menni? Na, mit valamit a városban? Jó. Hol van a Rift Anchor? A lila utca világén. Hát ja, csak én nem látom. Tudod, mit nem gyártottam le? Nyilvesszőt. Az probléma. Pedig elvileg azért jöttünk vissza. Hol van a Rift Anchor? Te arra mész amúgy? Jobbra, itt jobbra. De honnan látod? Mondd már meg nekem. Lila, azért fényalábot. Hát értem, de én nem látok lila fényalábot sehol. De nem látom. Amire futunk. Hát de nincsen, hát ti láttok azért... Ja, ott van messze. Tényleg. De istenem. Hát ezt onnan hogy láttad? Hát hogy? Nem lehet. Csongi, köszönjük szépen a hozzászólást. Töröljétek, légy szíves. Nem tudom, hogy mi az, de nem is akarjuk megtudni. Adsz ide. Köszi, Nefin. Nem miért van pisztoly a kezében? Kinek? Ja, mert vannak olyanok, amelyek visszalőnek, képzeld el. Komolyan? Aha.
Hát ott áll a zombi, és ezt nem is nagyon értem, tehát hogy az eszköz használat, mint olyan a zombiknál, az így hogyan? Te itt meg koncert volt, nézd már. Te! Figyelj, hallod? Zero! Nézd már, kimászik az állata. Tudom. Ez az orchidea fejű. Már megint az orchidea, mi? Némileg az Elden Ringben érzem magamat. Csapkodom a lábát. Üssem. Hello, Bonnie. De hogy bepucsított itt nekem? Nézd meg. Na látjátok, milyen szépen megöltem? Hogy meghalt? Oda néz. De figyelj! De ez miért bugol így? Mi? Ott van fönt a loot. Hát igen, én is azt nézem, hogy ez csak nálam van, úgy vagy. Nem. Ezt megint nem lootoljuk ki. Tehát bizonyos időközönként ez a genya, ez kimászik a moziból. Hát le tudod azt fónoltatni. Uh-huh. Na hol van az a videó? Valamerre erre. Itt, én ezt lehet, hogy megnyomom. Nem tudom, hogy mi ez, de megnyomom. Szerintem már aktiváltad, nem? Tessék? Már aktiváltad egyszer, nem? Én nem. Hozzá nem nyújtam. Ja, nem, én nem. Nem tudom, hogy mit kell vele csinálni, megnézzük. Aktivált, és utána ládákat kell útolni, meg ilyen cuccokat össze-vissza. És ezzel mi lesz most? Bal felül, amiket látsz a lila, azokat kell összegyűjteni. Bal felül? A questeknél. Hát majdnem megvan, már csak a Weapon and Gear Crate kell. Abban mennyi? Egy. Akkor ezt meg gyere az 56-ra a boltra. Hol van az? Gyere a bolt felé, a nagy bolt felé. Mindjárt megyek. Nagy bolt felé. Panoráma? A panoráma bolt felé? Ott, ahol vagy most? Nem tudom. Ja, igen. Az. Jó. Valahol le lehet menni. Van egy levezető ilyen pinceszerűség. Itt nézd csak. Igazából arra jöttem rá, hogy itt aztán mindent zsebelni kell. Tehát így minden lootot, mert mindent be lehet olvasztani, és akkor lesz belőle nyersanyag tulajdonképpen. Hol kell lemenni? Te valahol lementél, de hol mentél te le? Ja, ez lesz az. Aha. Ez a... Van cipőm. Amint... Hát srácok, én nem tudom, tehát most akkor én mit kell, hogy legyártsak? Valamit le kell, hogy gyártsak. Go to the monolith ruin to search for supplies. Monolith... Nem,
Az elvileg itt kell, hogy legyen valahol. Az lesz az? Igen. Jó, gyere, menjünk el. Van itt erre egy útvonal, egy lootvonal, és akkor ott lesznek ilyen supply cuccok. Azt nekem el kéne érnem. Ebbe az irányba. Ott lesz a csaj, elvisz a városba? Hát de én egyelőre csak lootolni akarok, nem akarok most itt városba menni, meg ilyenek. Ezeknél nem tudom, hogy mire való a játékba a sav, de annyival lassan belőle, mint a veszedelem. Mit lehet csinálni a savval? Ezeket így megszurogatja. Az első ütés az ilyen bele az arcba. Ütés. Vagy csapás ezzel a macsetével. Én amúgy nem fogok ilyen SMG-ket csinálni. Én egyből automatic rifle-t fogok. Arra jöttem rá. Nem éri meg itt szüttyögni. Most ahol szaladsz? Amúgy viszonylag könnyedén lehet hogy mondtam, amerre van a küldetésem, azt szeretném megnézni. Vagy legalábbis az lenne a terv. De gyere te is, mert itt egy ilyen nagy bevásárlóközpontnak az aljában van. Bevásárlóközpont? Az? Aha. Igen. Hát most ez dobta a gép akasztófát. Ez dobta a gép. Hát most ezzel vagyunk. De zéró a nő. Tehát, hogy kettőnk közül mindig zéró a nő. Amúgy. Na most figyelj, de férfiként mit nézegessek egy... férfi karakter, tehát akkor már nekem is legyen jó. Persze, ezzel mindenki egyetért. De hát ő Lajos. Várjál, hallod? Ez egy katonai jármű, figyelj már. Ezt nem lehet ezért szétbarmolni, hát biztos lenne benne nyersanyag bőven. Nem lehet. Nem lehet. Nem tudom, nagyon fura hangok jönnek ki ebből az épületből. Találtam egy másik játékost. Kung Pao Chicken. Ez a neve. Biztos magyar. Babos döbréteiek, ők szoktak ilyen neveket adni maguknak amúgy. Kung Chicken, meg ilyenek. Na ez mi ez itt? Ez, elvileg ide kellett jönni. Na te is, Nevron. Na tessék. Na tessék. Jó? Most ennyi megtörtént? Hát ez megtörtént. Ez viszonylag gyorsan kiviteleztük ezt a feladatot. Kung Pao Chicken. Dröfögnek itt. A zomberlik. Sikerült?
Nem tudom most, hogy collection of six discarded items in the area. Nem mondom, hogy pontosan tudom, hogy ez hogy lehet előadni. Ezt meg tudtad csinálni? Igen, nekem már kész. Na de hogyan? A discarded item az hol lehet találni? Össze-vissza. A terepen. Nyomkodd a izét is a... Nem is tudom, minek hívják. Jó. Ezt. Az Assassin's Creed-ben az a letapogatás. Megvan. Valami monolith ruinhoz kell most mennem, és akkor elvileg jó. Jó, egy kicsit szomjas vagyok, azt mondják, de hát nem is vagyok szomjas annyira. Na, tessék. Teljes mértékben hidratált vagyok. És itt van velünk Méri, a csodálatos. Hello. Nagyon át van szellemülve. Get your hands off my stuff. Hát milyen kedves. Mindig ilyen udvariasan mutatkozol be? Ne legyél paraszt. Légy oly kedves. You're pretty cocky for someone who doesn't even have a weapon. Hold on. Is that a cradle on your back? Interesting. I thought I was the only Mayfly left. Hát te nem sokat bajlódtak a lipszinkkel, ugye az látszik. I'm Mary. I came here to investigate a deviation that's been causing issues. I think it's connected to a recently reopened monolith nearby. Nem sokat bajlódtak a lipszinke, az egyértelmű. Don't tell me you're going to try and take on a powerful deviation barehanded. Even an ordinary deviation. Nem fogám ezzel játszani egész nap, ne aggódjatok. Hamarosan befejezzük, és akkor megy a Senua Sacrifice, illetve Hellblade végigjátszás, vagy legalábbis a befejező része. Abban még egy olyan 3 óra lehet. Kb. We can plan our next steps from there. After all, two heads are better than one. So another Mayfly survived, yet I can't remember her. My memory's been patchy ever since Mitsuko revived me. Just to be safe, it's better not to share everything we know with that woman, especially about Mitsuko. That blueprint is rock solid, though. We can use it to make a real gun. Let's check your memetics and start by building a gear workbench. That's me, is. Ezt ne kérdezzétek, hogy mi volt, de... Jó. Vissza tudok teleportálni a... A városodra, igen. Aha, jó. A hasbeszélőkkel semmi bajom nincsen. The disassembly bench will let you take objects you've scavenged and break them down into useful materials. Na jó, oké. Tudom, hogy kértétek, rendben van, legyen így. A WC pumpát is be fogom darálni. A WC pumpát is. Tessék, ott be van darálva a WC pumpa. Oké. Van még 15 aró, az mondjuk nem rossz. Teli vagyok rőszerrel, Zero. Mi a franc? Hogyan? Még minek köszönhetően? Várjunk, csak ilyenünk van. Gatyácska kellene nekünk amúgy. Puty. Puty. És puty. Te csinálok gatyát, Zero. Van gatyám. Wow. Ronda mind a veszedelem. De legalább van. Most már gatyába meg sisakba vagyok. Hát csúnya, de... Ha valami defense-t csakad a rohadék. Begyűjtöttem némi látnok zsáját amúgy, hogy a kívánt hallucinációkat elő tudjuk állítani majd. Ha eljön az idő. Ha eljön az idő.
Na, de tudjátok, hogy akkor mi a következő? A rifle. Bazony. És a riflehöz mi kell nekünk? Várjál, először nekünk... Zero, mit nyomunk meg a képesség feléréséhez? O betűt, rovidő. Oh yeah, és tényleg. Oh yeah. Jó, és... Crafting, shotguns, assault rifles. Na, ez kell nekem. Ez az. Jó, elvileg most már tudunk assault rifle-t csinálni. Csak hát ugye kérdés az, hogy mit kell összeszedni hozzá. Hol van? Hopp. Na az, egy AK-t. Egy AKM-et. Azt például le tudjuk gyártani. Azt is. Azt is. Már van 70 vizem. Insufficient energy links. Na most ezzel mit kezdjek? Energy link. Na. Energy link. Energy linket. De honnan szűjek energy linket? Seggemből? Vagy honnan? Hát... Hát honnan lehet... Jó, elefántos nyalóka. Tehát honnan lehet energy linket? Vagy várjál csak. Ez lenne az, hogy itt... Nem lehet megnyomni. Nem. Hogy lehet ilyen energy linket előállítani? Vagy fokozni, vagy nem tudom. Mert itt nem feltétlenül írja. Energy link. Insufficient energy. Hát egy AK-t. Meg konkrétan minden nyersanyagon minden szar megvan hozzá. Konkrétan nincsen izé. Insufficient energy links. Energy link, mint olyan. Ez nem az, amit kapsz a küldetések után, ha megcsinálod extrába, meg ilyenek. Hát de lehet. Hát most egyelőre nem tudom. Lehet, hogy én is csak ezért tudok. Itt is. Insufficient energy links. Te akkor te hogy gyártottál MP7-est? Hát mert akkor még volt nekem is. Most szerintem nincs. Ja, hogy ez lesz az? Ez lenne az energy link? Mondjuk, hát így a logó, vagy a piktogramja az lehet, hogy ez az. És... Ja, persze. Ott van energy link. Ez lesz az. Aha, tehát nincsen elegendő belőle. Oké. Okay. Pitt úgy. Jaj, megint nem jó. Na. Energy linket azt nem lehet csak úgy lootolni, ugye? Szerintem nem. Az így a népekből jön ki. Hogy úgy mondjam. Ládában is van energy link. H4.
Hát ha valahol lenne, vagy ha valahol lehetne Energy Link, az itt van. De hát itt meg nincs. Zero, hova menjünk ölni? Hát mi a küldetésed? Go to construction mode and build a supply workbench in territory. Azok a tépés megmarad. Na mindjárt. Tovább menne ezekkel. Vesztekkel. De menj már! Te mocsok. Jaj, bocsánat, elnézést. Nézd meg, a szarvas itt próbált behatolni a teritoriumomba. Hát milyen dolog ez? Oké. Okay. Jó. Supply workbench. Hol van ez? Ja, hogy ezt én még nem építettem meg. Log. Ó, anyám. Logot kellene valahogy szereznem. Logot hogy lehet? Csak simán vágom a fát, azt annyi? Ennyi? Jó. Ja, mert minden fámból csináltam valamit, mi? Ó, hát akkor vágom még fát bőven, hogy ne legyünk hiány a cuccnak. Onibox, köszi szépen a követést. Ha? Ezt a fát, ez belefutottam egy kivághatatlan fába. Na mit fejlesztettél, mesélj, mert ez olyan hangod volt, mint akinek készen van valami. Nem, főztem meg én vizet kiforraltam, hogy legyen. Ja, lehet vizet forralni? Mondtam én, látod, mondtam én, hogy úgy fog menni, hogy megforralod. Hát az ilyen posztapokaliptikus szituáció halmazokban általában mindig ez megy, meg így megy. Jó, és akkor mit akartunk? Ez lesz az. Great. We can use that blueprint to make both guns and ammo. Na, ez az. You'll need to do it at a synthesis bench. Ó, már tudok, ez egy copper arrow-t is csinálni. Bár mondjuk szerintem teljesen felesleges. Sima arrow az jó lesz most végnekünk. Egy olyan 15 darab. Legyártjuk. Mit? Miért 75? Ez normális? 75 arrow-t csinált? Hát ezek szerint? De hogyan? Nem lehet, hogy rányomta az orra, meg ilyenek. Nem. Ja, várja, ott írja a szorzót. Á, értem. Hát akkor legyen mit olyan, egy olyan 40-50. Még azt is sokallom, megmondom őszintén. Hát Zero, nem tudom, olyan felemás egy kicsikét így ez a játék nekem, egy hangyányit. Nekem is, én is azt mondtam, hogy olyan furcsa. Így csinálsz gyorsan egy supply workbench-et, megy tovább a quest. Hát de most csináltam, nem? Vagy nem? Hát ez az. Ez jelenleg a supplies workbench, ahol most éppen dolgozom itt nagy erőkkel.
Szevasz, Exitus. Egy pisztolyt, vagy egy SMG-t, vagy egy shotgun-t kellene nekem itt most előadni. Csak az a baj, hogy nincsen... mi a feném? Tehát kell 180... Na, érted. 180... Mi a szar ez? Energy Link. Azt kéne valahonnan izé behúznom. Tehát Energy Linket kellene valahonnan szerezni. Honnan szerezzünk Energy Linket? Specialized effect. Mit tudom én? Valami nagyobbat kéne ölni, nem? És akkor kapunk belőle energiát. Tehát ilyen ötleteim vannak. Hát most hátulrasz vonogat az orhide a fejű. Tényleg amúgy igazad van. Menjek le oda? Ott lehet a gonosz. Te már ott vagy? Nem. Szarva tölök. Mit csinálsz? Szarvas tölök. Ja, szarvas tölsz. Hirtelen nem jött át rendesen, és azt hallottam, hogy szarni sem tudok. Tehát, hogy így konkrétan... De biztos, hogy az is egy állapot, vagy hát lehet, hogy többen küzdenek ezzel a jelenséggel, de hogy te is. Agáncsos állatot ölök-e. Wow. Majd eljön a pillanat, ne aggódjál, amikor fogsz annak örülni, hogy tudsz. Legalábbis azt mondják a szakértők. Nekem még, hála az én, nincsenek ilyen problémáim. És amúgy miért van ott az 30? Tehát miért van az ott, hogy 30? Azt miért írja a táskám, hogy 30? És egyáltalán miért 30? Miért pont 30? Mi 30? Az mi? És most kiírta, az előbb kiírta, most nem látszik. Mi 30? A pet állapota? Hívjuk és a petát. És hogyha lemegy, akkor mi van? Meghalok? Vagy mi történik? Micsoda? A petem, vagy nem tudom, meg kell javítani? Ragaszd meg. Mi ez? Hogy ragasszam meg? Nem tudom. Nem tudod előhívni elvileg? Hát én egyszer nem hívtam eddig elő. Kellett volna? Ki lőtte le azt? Valaki lelőtte? Mit lőtt le? Valami ember lelőtte a zombit, de hogy ki volt az, azt nem tudom, hogy én voltam. Én biztos, hogy nem. Itt lövi. Hát hallom. Ja nem, ez az iskolabusz. A varázslatos iskolabusz. Jaj. Most elmenjek vele megint egy körre, vagy mit csinálunk? Megérkeztünk, indulás. Egy szarvas kéne még. Hogy a bánatban lehet energit szerezni ebbe a játékba? Hát nem vágom. Mit kell ahhoz tenni? Antibiotikum, nagyon jó. Van minden szar, csak energy cell nincsen. Miért csökkent? Valamit kiírt, hogy valamiért csökkent a max HP-m. Ja, mert a sanity-t leesett. Sanity-m? Igen. Az meg, vagy ilyen kis kék bogyócska. Azt kell megenni? Ugye elméletileg ki lehet aludni valahol. Aha.
Hát jól van, Zero. Figyelj, én azt mondom neked, hogy, ezt a játékot megnéztük. Ezt a játékot megnéztük, és nem kimondottam valószínű, hogy visszatérünk még ebbe. De én nem akarom korlátozni a te vágyaidat, tehát hogyha te szeretnél ebbe még itt kalandozni, akkor, akkor nyugodtan. Eltörtem a lábamat is. Egy rituális öngyilkosságot elkövetek most, ebben a pillanatban. Kritikus sérülés. Most Lajos rituális jelleggel kivégzi magát. Nem jön be? Hát nézd, figyelj! Az a helyzet, hogy nekem is, hogy őszinte legyek. Nem valami. Nem valamilyen. Ilyen hasonló jellegűvel tényleg játszottunk itt az utóbbi időben. Ott volt az a nagy sikerű Enshrouded. Az is ilyen hasonló dolog volt. A Palworld is nagyon hasonló volt olyan szempontból, hogy egy csomó mindent kellett így összelútolgatni, meg elkészíteni, meg craftolni, meg mit tudom én. Az mondjuk sokkal élvezetesebb volt. Hát ez tök jó dolog. Tök jó dolog, hogy a fejlesztők rendelkezésre bocsátják ezt a nem tudom hány napot olyan szempontból, hogy kipróbálhatod a játékot teljesen ingyenesen. Ez egy hatalmas nagy izé. De nem vennék meg. Ez egy hatalmas nagy gesztus tőlük, de hát nekem, hát örülök neki, hogy ezt például nem kellett megvenni. Mert nem érzek arra a készítetés, hogy most így akarnám látni, hogy mi történik a további részekben, vagy a további missionök azok mit hoznak magukkal, bár lehet, hogy nem hagytunk elegendő időt kibontakozni neki, de szerintem 3 óra egy játékból elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy az embert így megfog.